Nekem Isten ott a szerencse, hogy rátaláltam a Facebookon, a neten bókláztam, és nagyon sok problémám volt egészségügyileg. Kerestem a vese gyógykezelését, és azt hozta ki, hogy mezőméles. És beleolvastam, hát rögtön megtetszett, és mindenkinek ajánlani tudom, aki csak látja vagy hallja, mert olyan lelki és testi támaszt adnak, szellemileg is. Úgy érzem, hogy itt olyan, de nagy család. Tehát a vallás az annyira összefog mindenkit, és az egészségünk az a legfontosabb, ugye a lelki tisztaság, meg a lelki egészség. És én úgy érzem, hogy talán ez, ami igazán összefog mindent. És ez a hely, amikor megérkeztem, hát eleve csodálatos helyen van, szabadságérzet ad az embernek, és mintha energiák is összegyűlnének, én úgy éreztem. Nagyon tetszik az, hogy ebbe a családba, ahogy mondtam, úgy meghatottam az első kezelésem, amikor imádkozott értem a hölgy, a kis hölgy, aki kezelt. Én elkezdtem sírni, és éreztem szinte, hogy Isten ott van, és hogy gyógyít. Na most nekem elég jók az eredményeim már, most 2 hét után is, de még adok még egy turnust, amire szintén lehetőség van. Én nekem még gondolom nagyobb lesz egy kicsit, legalábbis én ebben reménykedek. Már így is van hatása, ugye cukorbetegségben kövérséggel vagyok itt, tehát túlsúly. A túlsúly mindent magával hoz, a vérnyomás, a cukorbetegség, úgyhogy hát sajnos táplálkozási problémáink vannak. És az a borzasztó, hogy az ember nem is jön rá, csak amikor már itt van, és megtapasztalja, hogy simán egyszerű magvak, és olyan ételek hús nélkül, laktatóak, táplálóak, a sok zöldség, és mindent rejre rak az emberben. A gondolkodás módját, hát nem beszélve ugye az ízületi problémákról, hogy olyan kezeléseket kapunk, torna gyakorlatok, nem készítenek senkit, nem kényszerítenek arra, hogy csinálja. Tehát amit bír az ember, azt kell megtenni. És ez is nagyon sokat számít. Otthon én is egy nagyon kis lakásban élek, nem mozgok annyit, és most már a lépcsőzés is sokkal könnyebben megy. Egy pár kiló is lement, de azért mondom, nem mondok értékeket, mert 2 hét múlva még jobb lehet. Köszönjük szépen! Van esetleg olyan célkitűzés, ami megfogalmazódott már benned, amit hogyha mikor majd hazamész, máshogy szeretnél csinálni, mint eddig? Igen, persze. Eleve az étrend, az életmód. Ugye én amúgy is vallásos voltam, de ennyit nem olvastam a Bibliát. Szerintem ez nagyon sokat számít, a szeretet. Az nagyon sokat segít. Persze természetesen mindent tartani kell, mert ha nem tartom a diétát, akkor nem volt értelme. Itt egy egész életmódváltozás van. Csak hát be kell utána tartani, mert akkor nem sokat ér. De mondom, én nagyon örülök, hogy itt lehetek, és mindenkinek csak hálát adok, és tényleg a kezüket, akik látni azt, hogy szívvel, lélekkel csinálják, tehát ez nem rákényszerítve van. Én is egészségben dolgozom, de ott nem mindig látom ezt, szóval ott azért nagy a különbség. Kéne ott is egy kis hit. Hát nagyon, nagyon jól érzem magam. Mondom, most várom a következő 2 hetet, és akkor majd meglátjuk, hogy mindenkinek ajánlom. És szerintem nagyon sokan vissza is jönnek. És az az érdekes, hogy nem értjük egymást, ugye, mert románok, bár tudnak magyarul egy páran, németül, angolul, franciául, tehát bárki jöhet. Úgyhogy a nyelvi nehézségek nincsenek, sőt, a humort is értik. Tehát a mimika, ugye, a gesztikulálás, nagyon jól szoktuk érezni magunkat, úgyhogy mindenkinek ajánlom. Milyen kiemelkedő élményed volt az elmúlt 11 napban? Hát el is lehetettem mondani, hogy a románok és magyarok együtt énekelnek. És ez annyira szép dolog, hogy figyelnek ránk, és olyan dalok vannak, amik fülbemászóak, tehát csengenek szinte. És annyira megható volt, hogy mi csak 8-an vagyunk, ők többen voltak, és volt, aki átállt hozzánk. És ez összetartozás is, hogy azért csak egytől származunk.
és ez engem nagyon meghatott, és most is lesz majd egy búcsú előadásunk, fel fogunk lépni, remélem nagyon jól fog sikerülni. Biztos vagyok benne. És mindenkinek fog tetszeni. Nem beszélve arról, amit még nem mondtam, fényképeket is kaptunk. Tehát emlékül el tudjuk tenni majd ezeket, amiket mi itt együtt leéltünk. Felvételek készültek. És hát ezek olyan élmények, amivel nagyon boldogan fogunk távozni. Úgyhogy ennyit szerettem volna még hozzátenni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.